Kezdődik a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzy. A három óriás plakát Ebbing határában című filmről fogunk beszélni a következő két órában. Egy újabb filmről, amelyel Martin McDonagh, korunk drámaíró csoda gyereke, aki egy fronton már tökéletes és teljes sikert aratott, most egy másik fronton, a mozgókép frontján is gyakorlatilag átütő siker küszöbén áll. Már az Imbrus című filmjével megalapozta a mozgóképes karrierjét, és most ezzel a filmjével én azt gondolom, hogy feladta a leckét így minden és mindenki és minden tárgy és célcsoport vonatkozásában. Ő egy bizonyos fronton már totális és átütő sikert aratott, ezt hogy értem? Hogyha elmész színházba, mondjuk Budapesten, akkor tudhatod, hogy mondjuk 10 kőszínházból mondjuk 6-ban, 7-ben játsszák a darabját. De lehet, hogy csak 3-ban, 4-ben játsszák most aktuálisan a darabját, de hogyha azt nézed, hogy az elmúlt 10-15 évben játszották-e a darabját, és hogy hol játszották a darabját, azt fogod látni, hogy szinte mindenhol játszották már a darabjait. És ez Budapest. Érted? Tehát ő az, aki már meghódította a színházakat. Ő az, aki már gyakorlatilag elmondhatja, mert ha valaki elmondhatja, Martin McDonagh elmondhatja, hogy ő korunk Shakespeare-je. Tehát, hogy ő a színdarabírásnak a legnagyobbja ma. És belépett egy másik pályára. Erre a filmes pályára, amihez azért másfajta skillek is kellenek, mint pusztán történetírás. Mint pusztán nagyon jó sztorikat írni, mert ez ugye a forgatókönyvíróknak a dolga. De ő a saját kezébe vette az egész műalkotást, és zenét választott hozzá, és operatőrt választott hozzá, és koncepciót, meg színészeket. Méghozzá olyan színészeket, filmszínészeket, akik a legjobbjai a szakmájuknak, de nem feltétlenül tudtad róluk, hogy ekkora kvalitások. Ez kevésbé igaz erre a filmre, mint az első igazi zászlóbontására a filmvásznon, az In Bruges című filmre. Ugye az In Bruges-ben a Colin Farrell az egy nagyon meglepő kvalitásról tesz tanúbizonyságot. Ma már azért tisztában vagyunk azzal, hogy a Colin Farrell egy kiváló színész. De ez akkor, amikor az In Bruges készült, nem volt egyáltalán egyértelmű. Az In Bruges-ben a Colin Farrell akkor is ott nagyon-nagyon meglepő kvalitásokról tett tanúbizonyságot. Kiderült, hogy másfajta pályán is jó, mint ahol megszokhatták. Szóval, hogy hogy érzed, az egy ilyen jóképű fickó transformáló film? Mert eljön általában a jóképű fickók életében egy-egy olyan film, amiben léphetnek egyet előre, aztán meglátjuk, mekkorát sikerül nekik, de tudod, levetkőzi róla azt a klisé szerepet, hogy akkor beleszeret valami nőbe, és majd összejönnek, vagy nem. Ugye ennél ő meg van átkozva, és ennél sokkal nagyobb átkot hordoz, mint hogy egy beleszeret egy nőbe, vagy sem. Tehát valójában abban nagyon jó például a Martin McDonagh, hogy váratlan lelki kvalitásokat tud rendelni a karaktereihez. Tehát legyárt egy kulturális sztereotípiát egy karakter köré, és a kulturális sztereotípiát lelki ismereti szinten olyan mértékben képes aláásni, olyan mértékben képes áttranszformálni, egy nagyobb dimenzióba helyezni, mint talán senki. Azt kell, hogy mondjam, hogy manapság senki nem tud úgy történetet írni, mint Martin McDonagh. Te Colin Farrellt nem is a romantikus filmek, inkább az akciófilmek világából mentette ki, nem? Tudod, ilyen SWAT. Ez egy tök jó akciófilm, értem én.
csak az egy akciófilm. Igen, és kiderült, hogy ez a csávó, ez valójában egy kiváló színész, aki odaszorult az akciófilmek világába, mert ezek a hollywoodi producerek ennyit néztek ki belőle. Jó, de minden, de én ezen döbbenek, hogy minden akciószínész valójában színész. Tehát nézed mondjuk a jó, Kobrát. Jó, dörök, nem feltétlenül. Az egy nagyon jó csávó. Nézed a Kobrát, és ott van benne az a főgonosz fickó, aki az X-aktákban is játszik, olyan vastag nyakú, erőszakos akárki, de az a csávó is, akármekkora sorozatgyilkos a film szerint, a, mit tudom én, bosztoni valamelyik egyetem dráma szakán végzett, érted? Hogy ő akart színész lenni, és megalázkodva, térden csúszva megy be meghallgatásokra sírni, és szöveget mondani, és nőnek öltözni, és nem tudom mi, hogy előre jusson, és hát akciófilmekben kap végül szerepet. A Sylvester Stallone az 15 éves koráig azt hiszem, hogy New Yorkban ért, és utána Philadelphiába költözött az anyjához, azért játszódik ott a Rocky valószínűleg, meg ott kezdett edzeni, és társai, és nem tudom, hogy oldotta meg azt, hogy időnként bekeveredett mindenféle ilyen nevelő otthonokba, de aztán mégis egy évet egy svájci magániskolában tanult. Ez, ilyen, ez a szublimálás, tudod, ez a szintlépés, ez ritkán fordul elő a való életben. És utána, amikor hazajött, elment a Miami valamelyik iskolába, talán az FAU-ra, mindegy, drámát tanulni, de nem fejezte be, mert New Yorkba ment, hogy tényleg színész lehessen. Tehát annyira színész akart lenni, és utána mit látsz azon kívül, hogy nyilván Oscar jelölést kapott a Rocky forgatókönyve, meg nagy siker volt a Rambó, de ezek mind ilyen gyúrós akciófilmek, és ő a nagy Rambó, a kemény, aki gond nélkülöl, hogyha szükség van rá, de valójában mögötte egy ember van, aki színész szeretett volna lenni. És hát itt van Martin McDonagh, aki egy ír származású, bár Londonban született drámaíró, akinek a világa nagyon-nagyon idegen ettől a Hollywoodtól, ettől az amerikai, eleve Amerikától. Eleve idegen Amerikától. Tehát, hogy ő úgy érkezik Amerikába, hogy idegen szemmel nézi Amerikát. Úgyhogy egy nyelvet beszél velük, de valahonnan kívülről nézi. És azokat a társadalmi, meg kulturális sztereotípiákat, miközben egytől egyig beigazolja, amelyeket hordozunk Amerikával kapcsolatban, innen nézve, az óceánnak erről a partjáról nézve, emellett egy magasabb erkölcsi foglalatba tudja helyezni ezeket. Oda, ahol nincsenek határok, ahol nincs Hollywood, nincs Amerika, nincs Írország, nincs London. Ahol egyetemesek a törvények. És ebbe az egyetemes törvények közé tudja szállítani ezt. És most azt nézzük végig, hogy egy ilyen elképesztően sokoldalú alkotó, mint amilyen ő, a színház világa után meghódítja a hollywoodi filmet is. Én azt gondolom, hogy az egyik nagy Oscar esélyesről van szó. Miközben a színházat sem akarta. És hogy ehhez képest a Párna ember című darab, vagy a Nagy kézrablás mögött az ő neve van, illetve a Hóhérok a Katona József Színházban, az nagyon pörög most, több helyről hallottam, hogy az valami bejön az országba egy rokonom, aki külföldön él, elmegy két színházi előadásra, és távozik, és abból az egyik a Hóhérok, mondjuk. Uh-huh. Jó, úristen, hány ilyen McDonagh filmet, vagy darabot láttam az elmúlt években, és hány McDonagh filmet láttam, most már hármat is láttam az elmúlt években, és azt kell, hogy mondjam, hogy ebből kettő mestermű. Olyan fajta megkerülhetetlen figura, talán akibe véletlenül futsz bele, mint a Norman Cook. Tudod, hogy ha hallgattad ezt a zenekart, meg azt az előadót, meg Fatboy Slimet, meg nem, de csak a végén kiderül, hogy mind ugyanaz a csávó. Ugye, vagy a Thomas Bangalter, hogy ő van a Daft Punk mögött, de közben ő volt még egy rakat elektronikus formáció mögött, ami ilyen francia brand, és mindig újra kezdve, mindig megcsinálja. Mi egy ilyen, a zene, meg a film, meg a színház Steve Jobsai, tudod, hogy kilögdösik a saját cégéből, hát akkor megcsinálja a legnagyobb animációs vállalatot, aztán már visszajön. Igen, ennyire sokoldalú. Én már, amikor az Imbrüsben hallgattam a Chopinnek a zenéjét, mert ahhoz Chopin zenét választott, ahhoz a melankóliához, meg ahhoz a Hieronymus Boschhoz, meg Brüsshöz, meg ahhoz a depresszióhoz, ahhoz a fájdalomhoz, ahhoz ami az igazi bűnt övezi, az a mély fájdalom és szomorúság. És azzal a Chopin zenével azt éreztem, hogy úristen, mekkora rendező,
mekkora rendező, és honnan a semmiből, honnan az árnyékból. Ő megírta a darabjait, és a darabjait persze ellátta a megfelelő utasításokkal, ahogyan általában a drámaírók folyamatos utasításokkal látják el a rendezőket, de aztán ezeket így elengedte. És mindig azt gondoljuk, ugye én legalábbis azt gondoltam, vagy hát a legtöbben azt gondoljuk, hogy egy drámaíró azért engedi el, mert átadja olyanoknak, akik azt a szakmát értik. És aztán persze mit gondoljon Hollywoodról vagy Amerikáról? Látjuk, hogyan értik ott ezt a szakmát. A saját kezébe veszi, és ő csinálja meg úgy, ahogyan tökéletes. Milyen műfajú film a három óriás plakát Ebbing határában? Ez egyértelműen egy dráma. Egy olyan film, amivel kapcsolatban a film története során többször elhiszed, hogy egy thriller. Mert hinni akarod, hogy egy thriller. Mert hinni akarod, hogy a drámaíró, mert hinni akarod, hogy itt egy forgatókönyvíró van, nem pedig egy drámaíró. Uh-huh. Tehát ha itt egy, emögött egy forgatókönyvíró lenne, akkor előbb-utóbb hozzásegítene téged ahhoz a katarzishoz, amit egy ilyen filmtől elvársz. Ugye itt egy nagyon-nagyon kemény erőszakolásos gyilkosság ügyében nyomoz a rendőrség, illetve provokálja a rendőrséget, kvázi a nyomozást a hősnünk. A halott lány édesanyja. Igen. És azt várjuk, hogy jönni fog a dráma, a forgatókönyvíró, és a forgatókönyvíró megvált minket ebben a történetben. Hoz nekünk egy katarzist. Egy thrillert, vagy egy krimit. De tényleg igen. Dráma marad a film. Abból derül ki, hogy dráma. Arról, hogy abból, lenne. Abból derül ki, hogy dráma, hogy nem a krimi felderítéséről szól, és te sem várod el tőle egy idő után, mert teljesen mindegy. De a szerző többször felcsillantja előtted a reményt, Mildred előtt a reményt, hogy esetleg mégiscsak egy bűnügyi történet. Mildred Francis McDormand által megformált anyuka és főszereplő nő. Elképesztő a három főszereplőnek a játéka, a minősége, a játékuknak a minősége. Egymásra licitálnak, nem tudom, nagyon-nagyon nehéz lenne megmondanom, hogy a Sam Rockwell, a Woody Harrelson, vagy pedig a Francis McDormand volt a filmnek a csúcsa. Az ő szerepe. Amelyik éppen a színen van, az vonzza be az embernek a tekintetét, és a körül válik az a kulturális aura, ami egy ilyen helyzetben képződik. Egyik elképesztőbb, mint a másik. És a színész vezetés mekkora. Meg nem csak arról van szó, hogy a nagy gesztusokban, meg a nagy történet elemekben, meg a nagy történet ívekben erős a drámaíró, hanem pusztán csak abban, ahogy ez a Dixon megtudja a kollégája halálát. Ugye az idióta állandóan a fülében a fülhallgatóval hallgat valami zenét, és akkor eközben nyomorultkodik. És eközben a nyomorultkodás közben a háta mögött a kollégái így szétrúgják a rendőrőrsöt a dühükben. Amiről pedig, ő sem pedig, tud, mert ő, és ő erről hallgat. Az egészről lemarad, mert hallgatja ezt a hülyeséget, és kb. Ugyanezt történik akkor, amikor már ég körülött a lángol körülött a rendőrőrs, és a nyomorult, az pedig éppen a halott kollégája levelét olvassa. Hogyha verseny témája az, hogy ki játszott jobban, azt gondolom, hogy hálásabb szerepet kapott a két férfi szereplő, mert a nőnél úgy érzem, hogy ő rá végig ugyanúgy tekintek. Én őt hibáztatom is, és sajnálom is, és együtt is érzek vele, de ettől függetlenül őt végig az áldozat igazságkereső anyjának a szerepében látom. Míg a két rendőrnél ugyanúgy egy-egy fordulat bekövetkezik, hogy rálássa egy másik oldalukra is. Tehát van egy professzionális hivatalos, nem, és nem, van nem. Egy személyes oldaluk. Nem, én nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy a főhősnőnek a Mildrednek... ezt a két-két szerepet. Én azt gondolom, hogy a főhősnőnek a Mildrednek nincs igaza. Mélyen nincs igaza. Az az igazság, hogy nem gondolom, hogy igaza lenne, de olyan mértékben együtt tudsz érezni vele. Olyan mértékben együtt tudsz érezni az igazságával az igazságtalanságával annak, ami történik, meg ami történt vele. Főleg ami történt, mert ez előfordul, egy csomó krimiben elmondják, de akár ilyen valós
bűnügyekkel kapcsolatban is felszokott merülni, hogyha mondjuk 2-3 napon belül nem találják meg az elkövetőt, akkor utána lehet, hogy évekig vagy soha nem lesz meg, és majd akkor lesz meg, hogyha az elkövető egyszer egy börtöncellában elmeséli a cellatársának, hogy mit csinált. Az az igazság, hogy a Willoughby... És ez egy megoldás egy bűnügynek sajnos. Ez nagyon sokszor ez ennek így van vége. A rendőrkapitány, ugye a sheriff, a Willoughby. Ez Woody Harrelson. Igen, ő tényleg jól végzi a munkáját. Tényleg elkövetett mindent, minden elkövethetőt annak érdekében, hogy a gyilkos, az erőszakoló gyilkos megtalálja. Többet is, mert leereszkedik az ügyfélhez, hogy úgy mondjam, a követelőző anyukához, hogy együtt érezzen vele, és elmondja, hogy tényleg mindent megtettek. Tudod, ez ha nézel ilyen kórházas sorozatokat, akkor ott szokott az lenni, hogy van az a fajta sebész, aki teljesen elhatárolódik a családtól, és egyáltalán nem foglalkozik az ő kínjukkal. Ő a beteggel foglalkozott, amit tudott, megtett, az vagy él, vagy meghalt, de ez az ő feladata, szevasztok, viszlát. És akkor van mindig a rendes kis doki, aki tudod, nagyon involválódik az esetben, és leül a családdal, és nem tudom, nyilván ő 2 éven belül új foglalkozást fog választani magának, mert felemészti, de hogy ez a rendőr itt veszi a fáradtságot, hogy még egyszer érthetően elmondja, meg még 2-szer, meg még 3-szor. Hát valójában kegyelemért könyörög. Valójában kegyel irgalomért könyörög, de nincs irgalom. Ez a történet, ez egy nagyon keményen politizáló történet. Teljesen nyíltan politizál, és nyílt politikai, kulturális, társadalmi sztereotípiákat boncol. 3 ilyen fő sztereotípiát boncol szét ez a film. Az első az az, hogy a megkeseredett, elhagyatott, feministává váló, vagy férfi gyűlölővé váló nők, azok kegyetlenek, és nincsenek tekintettel semmire, és átgázolnak mindenen és mindenkin. A második ilyen sztereotípia az az, hogy a rendőrök Amerikában, de főleg ezen az ilyen Missouri vidékén hát rasszisták, és nagyon-nagyon kegyetlenül, és kíméletlenül, és pofátlanul visszaélnek a saját munkakörükkel és a rájuk bízott hatalommal. És ez azt hiszem, hogy Missouri nem is annyira Amerika gerince, tudod, az egy államra van attól a keleti 13 alapító államtól. Uh-huh. Nem ez a vaskos közepe a nagyon rednekekkel. Igen, de azért vannak nagyon sötét figurák, és hogy a harmadik nagy sztereotípia meg ez, hogy ezekkel a rednek, rasszista bunkókkal ezekkel nem lehet együtt élni, és nem lehet együttműködni, és nem alkalmasak az együttélésre. Ezek a rasszista amerikai fehér white trash prolik, és mind a 3 sztereotípiát szétboncolja, és kiderül, hogy mind a 3 mélyen igaz. És tudod, és ezek egymásnak ellentmondó igazságok, mert aki azt gondolja, hogy ez a rasszizmus, ez förtelmes, meg ez az amerikai rendőrség működése, meg a rendőri erőszaknak a jogtalansága förtelmes, ennek a feministákkal kapcsolatos sztereotípiának épp az ellenkezőjét gondolja. Tehát, hogy így ezt így együtt egy csomagban nem gondolja senki. Csak a drámaíró, amelyik megmutatja, hogy mindegyik igaz, és hiába igaz mindegyik, mert mindegyik mögött ott van a mélyen emberi tényező, és ott van a megválthatóság. Nem a történeté, az emberi a történetben. Mondod, Robi, a 3 óriás plakáttal kapcsolatban, hogy a felvázolt 3 sztereotípia, a megkeseredett nő, a rasszista rendőr és az amerikai mély proli vagy rednek, mind a 3 végül is igazolódik, ahogy boncolgatja. De közben meg valahogy úgy fogalmaztál, hogy a megkeseredett nő ne lenne jó bárkihez, vagy ne lenne benne valami kegyelem. És én azt látom ebben a női alakban. Mindegyikükben ott a kegyelem. Azt látom ebben a női alakban,
hogy azon kívül, amilyen anya volt, mert azt abban ő elbukott. Tehát ő egy szar anya volt, és az utolsó beszélgetése a lányával az valami olyan, amit mélységesen megérdemel. Van egy ilyen tan mese arról, több ilyen mese is van, hogy csak olyan dolgot mondjál valakinek, amikor nem beszéltek utána negyed órán keresztül, ami alkalmas arra, hogy az utolsó mondatod legyen, amit annak az embernek mondtál. Nagyon-nagyon kemény az utolsó beszélgetése a lányával. És ugye mit mond? Nem adom oda a kocsit. Jó, akkor gyalog megyek, remélem majd megerőszakolnak. Jól van, erőszakoljanak meg. És mi lesz? Megerőszakolják, megölik, felgyújtják. De mindeközben itt próbál jó anya lenni, tudod, utólag ezzel a bosszú hadjárattal, illetve mindenkihez a filmben emberi módon közeledik. Nagyon sok olyan pillanat van, ahol már nekem nem lenne cérna idő, akár még 10 másodpercet azzal foglalkozni, hogy ez az ember, akivel éppen beszélgetek, jól érezze magát, és ez a nő, ez meg rászánja azt a pár másodpercet, csak hogy megtudjuk róla, hogy amúgy ő jó ember, bármint anya szerintem elbukott. Nagyon-nagyon zavarba ejtő dolgok történnek, olyasmik, amikre nem vagy felkészülve. Eleve nem vagy felkészülve arra, hogy végighallgathatod az utolsó beszélgetését ennek az anyának, akinek az ügyével együtt akarsz érezni. Minden erőddel együtt akarsz érezni. Nagyon imponáló, ahogy a papot elzavarja a háztól. Csodálatos. És végignézed az utolsó beszélgetését a lányával, és kiderül, hogy Úristen, ő is hibás. Uh-huh. Ő is hibás, hogy a lánya nem él. És meglátta, hogy amikor meg a rendőrkapitánnyal beszélget, és a rendőrkapitány egyszer csak ráköpi a vért. Mekkorát fordul az egész beszélgetésnek, az egész helyzetnek a dinamikája. Megszólítja a hősnőnk Mildred, megszólítja Willoughbyt, hogy szívem. Az egész... Ott mind a ketten elengedik egymás torkát, miközben egymást folytogatják, és mint az látsz? A kép, amikor és a béka látsz? Kinyúl a gólya nyakát folytogatni, és egyszer csak mind a kettő újra csak ember lesz. Tudod? És mit látsz? Azt látod, hogy emögött, a megkeseredett nő mögött ott van a szeretetteljes anya. Amikor azt látod, hogy emögött a rasszista rendőr mögött ott van a képesség a nyomozóvá válásra. Hogy ugye van a rendőr, a rossz értelme ennek a dolognak, és van a detektív, a fényes, a nagyszerű értelme, ahova a rendőr felemelkedhet, hogy detektívvé váljon. És amikor azt látod, hogy ott van emögött a sötét, aljadék white trash mögött az ember, az erkölcsi ember, a homo ethicus képessége és lehetősége. És ez mind a hármat, ezt a Francis McDormand, a Woody Harrelson és a Sam Rockwell által tökéletesen, maradéktalan erővel megformált három erőt, ezt így megmutatni, és egymás tükrében fürdőztetni a szemed láttára, ez a legmagasabb rendű, színvonalú átbeszélése, megbeszélése, feldolgozása a közös ügyeinknek. Ha már azt mondtad, hogy homo ethicus, akkor menjünk rá erre, hogy a bosszú, a lincselés, az önbíráskodás az helyese és igazságos-e? Nem. Én nagyon gyorsan összefoglalva azt mondanám, hogy igazságos, de nem helyes. Ugye, mert mi igazságos? Mi az, ami just? Amikor a mérlegnek a két tányérjára ugyanakkor a súly kerül, ez a szemet szemért. Csak én azt gondolom, hogy a bosszú az felesleges, mert tartoznak nekem 10-zel, de nem fogom visszakapni azt a 10-et, mert az a 10 már nem létezik. De azért okozok 10 kárt. Aminél sokkal értelmesebb dolog volna megakadályozni, hogy még valaki kárt szenvedjen, beleértve akár az elkövetőt, bár az az igazságos, az az egyenlő, ha ő ugyanúgy szenved, mint valaki más szenvedett, csak ez plusz szenvedés. Tehát, hogy ha nem nézem, hogy ki szenved, és hogy megérdemli-e, és hogy de jól esik nekem, hogy szenved az, aki bűnözött, mert jól esik, de le tudok róla mondani. Mert azt mondom, hogy ne szenvedjen még ő se. De ne kövessen el újra a bűncselekményt. Ennek ellenére a bosszú filmeket jó nézni. Tudod, olyan jó esik, amikor úgy átszúrja valakinek a koponyáját az ártatlan vagy az áldozat, és az a valaki, az a gyilkos.
De milyen jó lenne, ha ez mondjuk filmen maradna meg, meg milyen jó lenne, hogyha nem lenne oka a bosszúra. Végignézhetjük azt, ahogyan az erőszak erőszakot szül, és az erőszak spirál beindul. És ugye felgyulladnak a plakátok, válaszul felgyullad a rendőrőrs. Tehát ahogyan az erőszak erőszakot szül, de amikor ezt ki kell mondani, akkor a legostobább kis csajnak, annak a szerencsétlen kis állatkerti gondozó csajnak a szájába adjuk, mert ennek a kimondása annyira gyalázatosan profán akkor, amikor egy nőnek a lányát megerőszakolták és megölték. Tehát annyira gyalázatosan profán, hogy az ilyen, hogy egy könyvjelzőn a helye. És ugye a kis csaj pont egy könyvjelzőn olvasta, nem egy könyvben, egy könyvjelzőn. Meg ezeknek a könyvjelzőknek az igazságai. Ezek mennyire nem érnek semmit, hogy úgy kopognak, mint a fagarasok. Nincs semmi fedezetük akkor, amikor egy ilyen súlyos fájdalom, egy ilyen súlyos dráma zajlik. Beszéltük már arról több film kapcsán is, hogy milyen hálás dolog az írónak bevonni a kisvárosi suttyókat a történetbe, mert ők még óvatlanul kibuzizhatják, kizsidózhatják magukat, hiszen ők csak egyszerű emberek, miközben te írod oda azt a dialógust. És itt meg az történik, hogy beleírom a buta egyszerű nőcskét, hogy megállapíthassak valami nagyon banálisat. Anélkül, hogy bűnhődnék, mint a dráma szerzője, hiszen ezt a hülye mondta. A három óriás plakát Ebbing határában című filmet beszéljük át éppen. Rendhagyó, egyúttal hagyományteremtő módon a film pontozását most az első óra végén fogjuk megtenni. Miért? Mert az első órában ajánljuk a filmet, és most kéne eldönteni, hogy elmenjetek-e moziba, vagy ne menjetek el, mivel a műsor második órájában már azokhoz szólunk, akik esetleg látták a filmet, vagy nem bánják, hogy szélni és spoilerezzük. Az IMDB pontozása szerint talán 8-3 ez az alkotás a jelen pillanatban, 91 ezer szavazó véleménye szerint. Hát nézd, én úgy gondolom, hogy ez a film ez 9 pont, vagy 9,5. Erős. Ez az igazság. Tehát, hogy én nem tudom, tehát őszintén nem tudnék hozzá jobb színészeket, nem tudnék hozzá jobb zenét, nem tudnék hozzá jobb sztori. Tehát nem, én azt érzem, hogy ez maradéktalan, tehát hogy ez a igazából, és pont azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amik a legjobban foglalkoztatják jelenleg Amerikát. Meg úgy, ami a korunk fontos erkölcsi kérdései, tudod? Meg amik igazán fontosak így a tértől és időtől függetlenül az emberi kultúra számára mindig is. Tudod, a legfontosabb az ez a bosszú vagy megbocsájtás, tudod? Ez az legősibb, és hogy a másik fájdalmából nyert elégtétel, az legitim elégtétele. Uh-huh. Szóval ezekkel a nagyon fontos kérdésekkel. Én főleg ezen gondolkodtam a film kapcsán, vagy engem ezt foglalkoztat jobban. Jobban, mint az, hogy egyébként kikövette el a gyilkosságot. Az alaphelyzete, az alap státusza a történetnek, az ugye az, hogy Amerikában nem annyira monopolizált a kapitalizmus, vagy hogy mondjam, nem annyira monopol kapitalizmus az ottani, mint az itteni. Itt, Európában mi ahhoz szoktunk hozzá, hogy az óriás plakátokon cégek és pártok hirdetik a saját termékeiket. Amerikában az azért nem pontosan így van. De ez itt is lehetne így. Te is begyalogolhatsz, mint ahogy ilyen lánykérős videóban láttál már ilyet, hogy a nőnek a háza előtti billboardra a vőlegény felplakátoztatott egy hozzám jössz szét. Van erre lehetőség? Ez lehetséges, hogy volna rá lehetőség. Ezért vagy azért valamiért ennek itthon nem alakult ki kultúrája. Na most Amerikában ügyvédek, orvosok hirdetik a saját brandjüket, a saját terméküket, hogyha láttátok a Breaking Bad-et, ott láthatjátok, hogy ott például a filmnek az egyik hőse
ugye a Saul Goodman óriás plakátokon hirdeti a de, saját de ez termékét, nem egy vívmány, az ő ügyvéd. Lehetséges műhiba per szagon piócázó, sakálkodó hányadék ügyvédek, akik hirdethetik magukat. Az a lényeg, Magyarországon ez egy picit fölpuhult az elmúlt 10 évben, de kamarai etikai akadálya volt ennek. Nem hirdethette magát ügyvéd, még arról is szó volt, hogy lehet-e neki saját weboldala vagy domain neve, és talán ez az internet az, ami egy picit fölpuhította, hogy azt mondták, hogy jó, hát persze, hogy lehet honlapja, de akkor ott már felmerül, hogy jó, de akkor lehet, hogy hirdethetne is. Mert hiszen a honlap is már egy hirdetés. Arról is szól, hogy Amerikában sokkal fontosabb tud lenni a helyi gazdasági érdek, mert akkora gazdaságról van szó. Ja, világos, senkinek sincs akkora szüksége a hirdetésre, hogy országosan hirdessen, hanem a helyi hirdetésnek sokkal nagyobb a jelentése, mint itthon. Ez ámulatra méltó módon úgy van megoldva a National Television, tudod, az egész országot lefedő csatornák esetén is, hogy amikor jön a reklámszünet, akkor annak a reklám blokknak, mondjuk a 6 percnek, 3 vagy 4 perce az nemzeti, tehát az teljes országra azonos reklámspotokat összefoglaló adás, és utána átkapcsolnak egy kapcsolót, és a maradék 2 percben lemennek ilyen helyi dolgok. Tehát nézed az ABC-t, vagy nézel egy AMC-t, vagy egy rohadt nagy csatornát, és egyszer csak a reklámszünetben, tudod, jön a Coca-Cola, meg jön a Sony, meg a Ford, meg a, tudod, ilyen óriási márkák, és egyszer csak jön egy ilyen Saul Goodman-szerű alak, és azt mondja, hogy meghúztad a könyöködet, autóból esett közben, pereld be a Mercedes-t, tudod, és ad ilyen jó, idézőjelben mondom, jó ötleteket arra, hogy hogyan fosszunk ki nálunk sikeresebb embereket a bibijeinkkel. Mi ez az óriás plakát? Minek a szimbóluma az óriás plakát? A kapzsiságé, amelyik a világba öklendezi, a világba böfögi önmaga hitványságát, kapzsiságát, megerőszakosságát? És mi van akkor, amikor ezt a valamit, ezt az óriás plakátot, ami valójában miről szól? Arról, hogy élhetsz még komfortosabban. A túlfogyasztásnak a reklámhelye. És annak a hazugságnak, hogy ettől az üzenettől, ettől megváltható lesz az életed. Na most itt ezt az óriás plakátot önmaga valós, tényleges, legmélyebb, legérvényesebb funkciójára vezetik vissza. Egy ember a saját tehetetlenségét ezeken az óriás plakátokon keresztül politikai tetté tudja egy kis közösségben, szigorúan egy kis közösségben tenni, formálni. A saját keserűségét, és hát ugye ebbe belevegyül a bűntudat. Ugye? Pontosan látjuk azt, hogy Mildrednek bűntudata van. Ugyan miért nem adta oda azt az autót? Miért nem adta oda? Én tudom, hogy miért nem adta oda. Mert amikor elkérte a lánya az autót, és ő azt mondta, hogy próbált anya szerepet játszani, amit így nem tudott eljátszani igazából a lányával szemben, vagy akkor legalábbis a lányának abban a korában már nem tudta eljátszani a lányával szemben, akkor a lánya azt mondta, hogy ribanc. Ugye? Tehát elkéred az autót az anyádtól, és az anyád mondjuk azt mondja, hogy megírtad-e a házi feladatodat, addig nem kapod meg, vagy mondjuk azt mondja neked, hogy így nem tudom én, most nem kapod meg, mert nem tudom, nem lenne szabad elmenned, vagy nem kéne oda menned, vagy egyáltalán, tehát próbál anyáskodni fölötted, amikor te már nem tudom én, meg vagy 17, vagy mondjuk 21, mennyi lehetett Angela, anya szerepet próbál játszani, amikor azt az anya szerepet már nem bírja el, és akkor az a válasz, hogy ribanc. Tehát, hogy ezek után te odaadnád az autót? De most őszintén. Tehát, nem, de nem engedném el. Nem tudom, hogy ez most opció-e. Hogy már nem opció. Az már nem opció, hogy ne engedj el. De az még opció, hogy ne adja oda az autót. Mert már annyira tisztában vannak a gyerekek a jogaikkal, hogy már pedig én elmegyek, tudod, és hogy nem tudod visszatartani, mert a következő az, hogy a saját gyereket perel be. Nem, a film az azzal dolgozik folyamatosan, hogy ő a hibás.
ő a hibás. Na nézzünk csak mögé, nem ő a hibás, tehát ő a hibás. Aha, akkor megvan a hibás. Na nézzünk csak mögé, nem, mégsem ő a hibás. Akkor hát ki a hibás? Ő a hibás. Na jó, akkor megvan a hibás. Na nézzünk csak mögé, nem, mégsem ő az. Egy hibás probléma. A probléma hibás, hogy nem. Hibást kell keresni. Nem, arról nem. Hogy egy ember szemében meg akarjuk találni a hibást, és akkor tudunk lefeküdni, aludni. A végén, de vissza tudjuk vezetni a hibáshoz, és ennek a sornak, ennek a láncnak a végén mindig ott a pszichopata. Milyen érdekes, hogy mindig ott a pszichopata. Ott a lelkiismeretlen pszichopata. Ott van. Tehát, hogy valójában, igen. Hadd legyen ő a hibás. Hát, de ő valójában... Ne legyen ő egyedül a hibás, mert legyen hibás a lány is, aki tudta, sejtette, hogy mi van, ha egyedül kóricál. Legyen hibás az anya, aki azt mondja, hogy menj egyedül, remélem megerőszakolnak. Hadd hibáztassuk őket. De tehát az áldozat hibáztatás műfaja mellé bevezetném az áldozat anyuka hibáztatás műfaját is. Ezek igenis legitim hibáztatás. Igen, nagyon például ebbe is belemegy. Ez is egy olyan gesztus, amivel így jelzi, hogy igen, az áldozat is lehet hibás, mert talán nem kellett volna a saját anyját leribancoznia, mondjuk. Tehát most értjük, hogy nem, hogy nem érdemelte azt, ami jutott. Na így van, különböztessük meg a megérdemelte kifejezést, mert nem érdemelte meg, és különböztessük meg azt, hogy ő hibás, attól, hogy ő a hibás. Jó, világos. De amikor ezen a láncon végigmegyünk, azt találjuk, hogy mindenki a maga hibáját hozzáteszi az ős bűnhöz. De amikor ezeket a hibákat lebontjuk róla, mint a héjakat, egymás után lehancsoljuk róla, a végén a mag ott marad a pszichopata. Ott marad a pszichopata. Tehát, hogy arról van szó, hogy a Francis McDormand által játszott Mildred azt állítja, hogy a Woody Harrelson által játszott Willoughby a hibás. Ugye? A Woody Harrelson által játszott Willoughby valójában hibás? Valójában nem hibás. Ki a hibás? Azért, ami a rendőrséggel kapcsolatos sztereotípia? Hát akkor már sokkal inkább a Sam Rockwell által játszott Jason Dixon a hibás. De biztos, hogy ő a hibás? Nézzük csak be az életem. A forró fejű kis rendőr. Hát igen, és azt látjuk, hogy nem ő a hibás, valójában az anyja a hibás. És amikor látjuk az anyját, akkor már így értjük, hogy így ez mit jelent, de amikor valójában ennek a mi hősünknek, ennek a Dixonnak, ennek van egy jó szelleme, aki a jobb vállán ül, meg van egy rossz szelleme, aki a bal vállán ül. A jó szelleme az a Willoughby, a főnöke, aki a jobb vállán ül, a rossz szelleme meg az anyja, aki meg a bal vállán. És mind a kettő mester. Mind a kettő mester, vezér, vezető. Mind a kettő elmagyarázza neki, hogy mire való a rendőrség. Az egyik az elmagyarázza azt, hogy arra való a rendőrség, hogy erőből megtorold azt, ami nem tetszik, fiam. Igen, meg hogy terrorizálj másokat az erővel. A másik az meg elmagyarázza, hogy arra való, hogy szolgálj valami nálad nagyobb célt. És hogy valójában, amikor az anyját látjuk, még akkor sem lehetünk teljesen biztosak, hogy ő a hibás, hiszen nem látjuk az apját, aki pár éve halt meg. Uh-huh. Az ki lehetett? Az mi lehetett, aki az anyját ezzé tette? És még itt sem járunk a magnál. Még mindig csak a héjakat bontjuk. Mert a mag ott mélyen bent, az nincs hova bontani. A magot már nem tudjuk hova hámozni. Az a pszichopátia, a nyers pszichopátia. 90.9 Jazzy. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jazzy-n. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. A három óriás plakát kapcsán ott hagytuk abba az előző óra végén, hogy a Robi szerint a magot már nincs hova hámozni, hát a Szotyi vitatkozna ezzel. Szerintem, igen, de a napraforgó mag, vagy micsoda. Na igen, de mi van, amikor meghámozodna a napraforgó magot, és ott van benne a mag? Jó, egyszer csak már tényleg nem tudod. Megértem, amit mondasz. Hadd utaljak arra, hogy billboard, ugye nálunk óriás plakát néven fut ez, a billboard az etimológiailag visszabontható oda, hogy egy olyan tábla, amire billeket lehet kiposztolni, a bill az pedig egy ilyen közcélú üzenet, mint a Bill of Rights, ha úgy tetszik. De amit a Luther a Wittenbergi vártemplomra kiposztolt, az is egy bill. Tudod, ez a
publikus írott üzenet, a megszólítom a közt. Igen. Ez. És a Billboard az egy erre való dolog volt. Egy olyan, mint a fali újság, csak nagyobban, mert nem a lépcsőházat, hanem a várost érinti. Ilyen szempontból rendeltetésszerűen használta az anya. És már amikor a Dixon észreveszi a táblákat, és már amikor megpróbálja előállítani azt, aki a táblát fölrakta, vagy egyáltalán még végig se nézte a táblákat, mert visszafelé ismeri meg a táblák tartalmát, ezért aztán, de hogy ő már visszaél a hatalmával, mielőtt még tudná, hogy milyen ügyben jár el, mielőtt még megismerné. Tehát, hogy ugye a Dixon az, aki 100% rendőr, 0% nyomozó. már egrecíroztatja azt, aki éppen fölrakja a táblát, de még azt se érti, hogy kirakhatta. Tudod, fel. Hogy abban a pillanatban ki ez a csávó? Az a római katona, aki 100-szor feliratja a Briannel a falra, hogy rómaiak, tűnjetek haza. Nem? Igen. Mert helytelenül ragozta. És az a csodálatos, hogy a drámát ilyen brilliáns módon összedolgozni, vagy egybeépíteni a humorral. Ugye ennyi humorral elmesélni egy ilyen súlyos fájdalmat és nyomort. Mint amit ez a film feldolgoz, na ez a legnagyobb akvédjegye. És végig helyén való humor, persze mondjuk ehhez nekem nem sok érzékem van, mert én aztán már tényleg csak azon röhögök, ha valakinek rossz, de nem azért, mert tényleg rossz, hanem mert úgy vicces a kitalált történet. De szerintem ennek ellenére... Szerintem nincs olyan vicc, amiben valaki ne szívná meg nagyon. Ezt megbeszéltük az önkényes mérvadóban, hogy nincs ilyen vicc. Minden viccnek valamelyik szereplője szenvedte, pedig nevetsz, hogy nem te vagy az, ennek kivételejét képezi a szóvicc és az abszurd humor, amelyben te magad szenvedsz, amikor meghallgatod. Tehát mindenképpen szenved valaki, de nem hal bele, és ennek örülsz, és ezért nevetsz. Na igen. Ami a hősnőnket illeti. Együtt érzel vele, de a fájdalmával érzel együtt. Nem pedig a bosszú vágyával. Uh-huh. Csak ezt ne a pap mondaná el, és ne papolná ezt, és ne a kirekesztés szellemében. Ne a pap kezdeni el győzködni Mildredet arról, hogy az ő üzenete az nem közcélú, és nem közérvényű, és nem egy érvényes üzenet. Bezzeg az, hogy ezt az orvost, azt az ügyvédet, vagy amazt a zappelyhet válaszd, mert az közcélú, az közérvényű, azzal kapcsolatban nincsen problémája az egyháznak, meg a kis közösségeknek, ugye? Azzal kapcsolatban nem merül ez fel, és aztán ott a fogorvos. A fogorvos, akihez Mildred elmegy, és azt mondja, hogy ja, hát ha mozog, ki kell húzni. És fájdalomcsillapító nélkül akarja kihúzni. És aztán, amikor beadja az injekciót, akkor a húzás előtt 4 másodperccel elkezd beszélni arról, hogy tudja magát, nagyon-nagyon sokan szeretik ebben a kis közösségben, és támogatják. És akkor a Mildred már tudja, hogy miről van szó, hogy mi zajlik itt valójában, hogy ő itt most a rendőrkapitánynak, Willoughbynak a megkínzásáért bűnhődik. Valójában nem fogászaton van. Igen. Holott ő nem a Willoughbyt akarta megkínozni. Ő csak tehetetlen volt, és az egyetlen dolgot tette, amit tehet. Na és akkor ez a fő kérdése ennek a filmnek. Hogy amikor tehetetlen vagy, van-e jogod tenni valamit, ami talán nem helyes, de legalább tehetsz valamit. És a válasz szerintem, amit ez az alkotó ad erre, az, hogy amikor tehetetlen vagy, és nem tehetsz semmit, és csak egyetlen dolgot tehetsz, és az talán nem a leghelyesebb, de az egyetlen dolog, amit tehetsz, akkor talán mégis meg kell tenni. Talán mégis érdemes megtenni. Talán nem helyes. Pont ez a feszítő kérdése, hogy talán nem helyes megtenni ezt, de ebben a tehetetlenségben, amiben sokan bármit megtehetnek, és semmi következménye nincs. Te majd ne tégy semmit. És a történet egy csomó ponton, számtalan ponton, amikor például a lángoló házból Dixon kitör, és magával hozza Angela Hayes aktáját. Az nagyon kellemetlen, nem? Hogy, és hogy azt most várod, tettél rosszat valakivel, azt, aki látszólag már rá is szolgált erre, és négy másodperccel ezelőtt a lángoló házban olvasod a mentorodnak és a jó szellemednek a levelét hozzád, ami arról szól, hogy lehetsz nyomozó. És miért nyúlsz?
az egyetlen egy megoldhatatlan ügyért nyúlsz, hogy kimensd az égőházból. Mit hozol ki a megsemmisülő tárgyak közül, pont annak a nőnek az ügyét, aki éppen rágyújtotta a rendőrséget. És akkor azt hiszed, hogy lesz ennek az aktának még szerepe, hogy ez fontos, hogy ez az akta most megmenekült a tűzből. És akkor azt várod, hogy mégiscsak van megváltás, mert a történetben számtalanszor felvetik a lehetőségét annak, mármint az események, hogy van megváltás. És a történet során szerintem nagyon helyesen, és mindig minden alkalommal kiderül, hogy nincsen megváltás. Mennyire jó, hogy például nem él azzal a lehetőséggel az író, hogy amikor a saját arc csontját használja a DNS mintavételre a rendőr, hogy ugye behozza az erőszakos embernek a DNS-ét azzal, hogy jól elvereti magát, akkor sem kapja vissza a jelvényét. Tudod, ugye ő akkor éppen jó rendőrként viselkedik, és egy átlagos filmben az van, hogy na jó van, most jó voltál, Rocky, itt a jelvényed. De nem, igen. Nagy túró, jó, köszönjük szépen a segítséget, polgártárs, menjen szépen vissza a munkanélküli életéhez. Tehát ettől nem lettél újra rendőr, világos. Hiszen az imént dobtál ki valakit az ablakon. Igen. Azt nem sikerült helyrehoznod, no. Igen. De itt sincs megváltás. Igen, nincs, ilyen értemben nincs megváltás, de még nagyon jó polgárőr lehetsz. Meg nagyon jó... meg nagyon jó himnuszokat már ismerjük. Meg nagyon jó önbíráskodó polgár lehetsz. Ez a lehetőséged még megvan. Tehát, hogy arról van szó, hogy a pszichopatáknak ugye megvan a lehetőségük, hogy gátlástalanul éljenek vissza a rájuk bízott lehetőségekkel, meg jogokkal. Ezeknek a polgároknak, ezeknek a megkeseredett és nagyon... sötét tónusokból formált polgároknak, meg megvan a lehetőségük arra, hogy valamit tegyenek. Tehát ugye arról van szó, hogy nincsen megváltás, de arról van szó, hogy arról is szó van, hogy nem vagy teljesen tehetetlen. Tehetsz valamit. Még nem tudod, hogy mit. Még nem tudod, hogy mire odaérsz, megteszed-e. Még nem tudod, hogy mire odaérsz, mit teszel. Ez is milyen tökéletes ponton és milyen tökéletes pillanatban van vége a filmnek. De az biztos, hogy tehetsz valamit, hogy te is itt vagy, hogy te is bábú vagy ezen a táblán, hogy te neked is szereped van, és hogy igenis vadászhatsz rájuk. Így vagy úgy, ezzel vagy azzal az eszközzel, vadászhatsz rájuk, visszavághatsz. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az IMDb. Ha akció, hadd jöjjön, de ha dráma, akkor meneküljünk. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Három óriás plakát Ebbing határában című filmről beszélgetünk. Lehetséges, hogy nem a Willoughby volt a helyes célpont, de ez a történet, ez abból a státuszból indult ki, hogy Willoughby a hibás. És eljutottunk oda, mert nem nyomoz. Mert ez volt a pökhendi. És visszaél a rendőrre bízott hatalommal, amikor erőszakoskodik a feketékkel, mondjuk. És kiderül a történet során, hogy ez a Willoughby valójában ő a történet mindegyik szereplőjét, ugye egy más cselekvési síkra helyezi, viszi át. Méghozzá a búcsúleveleivel. Ő három búcsúlevelet is ír. A szerepe elképesztően fontos, bár a filmnek, a történetnek a felénél meghal. De a szelleme az ott marad a történet hőseivel. A három búcsúlevél az egyikét a feleségének írja, a másikat azt Mildrednek, az őt rágalmazó és az őt óriás plakáton gyalázó Mildrednek. A harmadikat az pedig Dixonnak, aki tulajdonképpen a fogadott fia. És ez a három levél, ez mind a három szereplőt, legalábbis kettőt a három közül megvált. Szó szerint megvált. Tehát az egyrészt megváltja azt a plakátot, amiben őt gyalázzák. Uh-huh. Mert tehát tulajdonképpen megértjük, hogy amikor a Willoughbynak el kell mennie, mert el kell mennie,
akkor a Willoughbynak a legkevesebb már az, hogy most itt a kis közösségben mondjuk esetleg valaki úgy gondolja, hogy ő nem volt jó, annyira jó rendőr, hogyha olvassa ezeket az óriás plakátokat. Ellentétben mondjuk a Mildred Hayes-zel, akinek ez az egyetlen, amit tehet, és az egyetlen elégtétel, amit érezhet ebben a világban, ami még van, ami még maradt a számára. Meg ugye Mildred, akinek maradt egy fia, ugye, Robi, és ő vele valahogy, hogy mondjam, mint hogyha, és mennyire jó gyerek, és mennyire az Angela halálának, meg az Angela emlékének a nyomása alatt éli le az életét. Ő már nem lehet eléggé jó gyerek, hiszen a halott Angelával nem lehet vetélkedni. Tudod, miért haragszom a Mildredre, az anyára? Mert lehetne jó anya, és nem úgy, hogy bosszút áll az elvesztett lányáért, akinek az elvesztésében ő is hibás, tehát mit tudom én, 15 ő, 15% a lánya, 70% a gyilkos, hanem úgy lehetne jó anya, hogy a fiát nem hagyja magára azzal, hogy egy bűnözőt csinál magából. Tudod, hogy kivonul a társadalomból. Én azt látom, és valahol ott kezdett megszületni bennem ez a gondolat, hogy bármit meg lehet tenni a világon. Mindennek van következménye, de ölhetsz, tudod, lophatsz, csalhatsz, felgyújthatod magad. Ennél rosszabb a helyzet. Nem mindennek van következménye. Akkor jöttem rá, amikor láttam ezeket a Bálna Merciket villogni a körúton, amíg kiszaladt az úriember megvacsorázni. Tudod, beült másfél órára a csajával egy étterembe, és ott hagyja a kocsit. És akkor mi a legrosszabb, ami történhet? Elvontatják, hazamegy taxival, oda küldi a csicskáját, kihozza a 40 000-ből megvolt. Vagy megbüntetik? Kap egy kerékbilincset, leveteti 15 000 forint. A vacsorára költött 20-at, tudod, hogy egy bizonyos anyagi szint fölött neki nem következmény az, hogy megbüntetik, mert nem elég fájdalmas. Ezért ő ezt már megteheti, akármilyen rosszul is esik ezek a mercis parasztok, meg a kopacok, hogyha van nekik pénzük, és azért nem kellett órákig dolgozni, hanem több maradt a múltkori drogszállítmányból, érted, vagy mit tudom én? De ez ugyanaz a pszichopátia. De ez ugyanaz a pszichopátia, visszaélés azzal, hogy a rendszer megenged neked. Aha. Valamit, amit valójában emberileg, polgárilag nem lenne szabad bármit elkövetned. Bármit megvehetnél, de jól esik gombás fertőzésnek meg potyautasnak lenni a társadalmon. De ebből következik tényleg az is, hogy én most kimehetek az utcára, és megölhetek egy embert. Utána el fognak kapni, és el fognak ítélni, és majd az éppen aktuális rendszer szerinti büntetéssel és a sorsommal kell szembenézni, de ez nem azt jelenti, hogy nem tehetem meg. Viszont akkor én nem fogom tudni felnevelni a gyerekemet, ha mondjuk van. Érted? És ez az, ami kellene, hogy egy fék legyen, mert ő anya abban bukott el, hogy anya, és éppen a bosszú hadjáratával másodszor is elbukik benne, szerintem. Igen. De elbukik a bosszú hadjáratával. Tehát, hogyha ettől eltekintene, és nem cselekedne, és nem tenne semmit, az lenne a jobb, az lenne a helyes. Elfogadni azt, hogy van egy világ. Amit tesz, az igazságos, de nem helyes. Világos, de el kell tehát, és ez a nagy kérdése a filmnek, el kell tehát fogadni azt a világot, ahol a pszichopaták bármit megtehetnek, te pedig még amit megtehetsz, sem teszed meg, mert nem helyes? Ez a kérdés. Nem tehetnek meg bármit, de ha egyszer megtörtént, és nem tudod feldelíteni a bűnesetet, akkor bizony le kell mondanod az elégtételről, mert nem tudod, hogy milyen irányba fejtsd ki. Tehát ugye a filmnek is az a vége, hogy ja, nem ő volt, de hát ő is rossz ember, menjünk, öljük meg. Aztán most vagy megölik, vagy nem, vagy ő volt, vagy nem, ugye elvileg ilyen táfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy az országban sem volt. Se tudják. Fogalmunk nem tudjuk, hogy megölik-e, nem de tudjuk, ők se tudják. De van hozzá joguk, vagy rendben van ez így? Szerintem ez a tehetetlenségről szól, arról szól, hogy nem tehetünk semmit, de egy valami biztos. Ez a csávó, ez erőszakoló. Éppen az imént hencegett el azzal, hogy hogyan erőszakolt. Uh-huh. Láttuk, hogy viselkedett, amikor bement abba a szuvenírboltba a Mildredhez. Ott még magára is rántja a figyelmét. Velem is elhiteti, hogy ő az. Nyilvánvalóan aki... így az viselkedik egyébként, aki nem követte el. Érted? Igen, de az viselkedik így, aki simán elkövetett már ilyet, vagy ilyenet, hát, akár abban az országban... Ő a pszichopata pártját fogja. Abban az országban, ahol nagyon sok a homok.
Tudod? Nem. Hát amikor megpróbálja rávezetni a Willoughbynak az utódja, a fekete sheriff, a Dixont arra, hogy melyik lehet az az ország, vagy hol lehetett az illető akkor éppen, amikor a gyilkosságot elkövették. Nincs könnyű dolga ezzel a rávezetéssel. Igen. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Három óriás plakát Ebbing határában című filmről beszélgetünk. Annyira csodás, hogy a Willoughby, ő valójában azt gondolom, hogy ő a kulcs szereplője a történetnek. Mm-hmm. Ő az, aki a meglepőeket húzza. A mi hősnőnk, Mildred Hayes, a Frances McDormand által játszott hősnőnk, az egy pályán van, egy sínen van, és azon a pályán mozog, és értjük az erőket, amelyek mozgatják, és azt a pályát járja be, és arról a pályáról lelépni igazán nem tud, nem hajlandó, és ugyan miért is kéne, vele már megtörtént a legrosszabb. Ott van a hősünk, az ifjú rendőr, a Sam Rockwell által játszott Jason Dixon, aki szintén egy pályán van. Őt a szörnyeteg anyja, meg az alig, hanem még szörnyetegebb apja rakta erre a sötét pályára. És akkor itt van velünk a Willoughby őrmester, William Willoughby, aki a legmeglepőbbeket húzza. Az első ilyen nagy meglepetés, ami így ér minket a film nézése során, az, amikor a rendőrkapitány befizeti az őt rágalmazó plakátoknak az egyhavi bérét. Ő maga a saját pénzéből fizeti be az egyhavi bérét ennek. Miért? Mert valami magasabb akar lenni, mert most, itt és most, amikor az élete már semmi, az élete éppen a semmiben, a sötétségbe tart, most, itt és most magasabb tud lenni, mint önmaga. Több, nagyobb, magasabb tud lenni, mint William Willoughby rendőrparancsnok. Hmm. Több tud lenni, magasabb, nagyobb tud lenni, mint az, akit mondjuk igazságtalanul rágalmazta. Három elköszönő levelet ír, az elsőt a feleségének, azt halljuk először. Abból kiderül, hogy miért ölte meg magát. A másodikat írja a Dixonnak, és a harmadikat írja a Mildrednek. A másodikat írja a Mildrednek. Most az elsőnél már a feleségének írtnál úgy voltam vele, hogy ennyire gizda elköszönő levelet még nem hallottunk. Tehát egy ilyen nagyon higgadt, jól megmagyarázó, megható és ilyen nagyon férfias, nem feltétlenül értek vele egyet, de közben meg tudom érte tisztelni, és azt mondom, hogy wow, ez igen. És utána tovább megyünk, és a következő levélből is kapsz valamit, amitől még inkább egyrészt jó emberré, meg hőssé változik a rendőr szép lassan, mindenkit lealáz erkölcsileg a filmben, akivel körül volt véve. De ugye ő, mit tudom én, 4-5-6 hónap múlva valószínűleg meghalt volna, hiszen nagyon súlyos rákbeteg. Igen. Az a kérdés... És a harmadik levelet, az pedig a Dixonnak. Igen. És a harmadik levél, meg a Dixonért nyúl abba a semmi közegbe, abba a borzalmas kultúra nélküli közegbe, ahol a Dixon az életét leélte, és kiemeli őt a szárazra, egy olyan térbe, ahova a Dixonnak soha életében nem volt esélye belépni. Az utolsó mozdulatával még megment valakit, ami olyan nekem egy picit, és ezért vagy gyanús nekem, hogy talán ezért tetszett, mint a Gran Torino. Tudod, hogy az a halál közelében tengő-lengő ember még szeretne valaki, az ő tudását, vagy lehetőségeit, vagy a halálát valaki másnak a sorsába be akarja építeni, hogy azt jobbítsa. Nem, a saját végzetét és pusztulását áldozattá transformálja át. Áldozattá, valami magasabb szülessen az ő pusztulásából, ne pusztán a lóherenő jön meg a halott testén, hanem annál valami nagyobbá, valami, tehát ez a megváltás, ez a Krisztustól tanult művelet. Hát valójában arról van szó, hogy nem pusztán elpusztulni vágyom, hanem újjászületni valami nagyobban, mint ami eddig zajlott. Tehát, hogy az én szívemen egy új világnak az alapjai nyugszanak. Az én halálomon, az én pusztulásomon a világ, amit magam után hagyok, egy magasabb szintre lép.
Na, Willoughby erre képes. És a Willoughby az, aki az irracionális tényezőt képezi ebben a történetben. Hogyha a Willoughbynak a rákbetegsége és a Willoughbynak a halála nem volna benne beleírva ebbe a történetbe, itt mindenki az általa a számára kijelölt úton, mesdjén haladna. Ki hozza össze Mildredet és Dixont? Ugye a Mildred Hayst és a Jason Dixont, ők a két szemben álló kurzusnak a két gyűlöletes figurája, ugye a jobboldali konzervatív kurzus által gyűlölt férfi utáló feminista, meg a baloldali liberális kurzus által gyűlölt white trash alávaló, semmire kellő gazember, a hatalmával visszaélő rasszista rendőr. Na most ki hozza őket össze egy autóba? Ki adja nekik ezt a, nem a közös ügyet, ki adja nekik ezt a lelki közösséget, hanem a William Willoughby, a rendőrfőnök, a halott rendőrfőnök, aki úgy jelentkezik be a levelekben, hogy Deadman Willoughby hír. Uh-huh. Tehát, hogy önmagában ennek a mondatnak, hogy Deadman Willoughby hír, mekkora ereje van? Ahogy ezt a kis tervet szövi, és előtted szépen lassan feltárul, az egy nagyon élvezetes része a filmnek. Nem tudom, mennyi a film, 2 óra? Nincs is 2 óra. Nincs is 2 óra. De látod, megint ez majd lehet jó filmet csinálni, és nem kell 2,5 órásnak lennie. Mióta ezt a műsort most így az önkényes mérvadó Umbrella márka alatt a jó, a rossz és a részhetetlen rovatként kiemelve, szombatonként, filmes műsorként üzemeltetjük, egy olyan film nem volt, ami 2 óránál hosszabb, és azt mondtuk volna, hogy úristen, de rohadt jó, és ahányszor az volt, hogy jaj, de jó ez a film, épp nem haladta meg a 2 órát. Értem én, hogy meg akarjuk csinálni a Star Wars-t, meg a Keresztapát, meg a, tudod, az ilyen 3 órás óriás eposzokat. Igen, de azt gondolom, nem hogy ezen múlik. Nem ezen múlik. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha egy film mondjuk 3,5 órás, vagy 4 órás, mint a Volt egyszer egy Amerika, még lehet mestermű. Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Felmerült itt az óra elején a 3 óriás plakáttal kapcsolatban, hogy hát kirakják a rendőrségtől a Dixont, és nem válthatja vissza magát ezzel a zseniális DNS mintavétellel, hiszen semmi keresni valója már a rendőrségnél, de lehet még egy kiváló polgárőr, és ezzel kapcsolatban ajánlanám is az önkényes mérvadónak azt az adását, ahol a polgárőr indulót elemeztük. Igen, de polgárőrnek se kiváló. Úgy juttok hozzá, hogy felmentek az önkényes.hu-ra, és a keresőbe beírjátok, hogy 2017-04-21, mert ez április 21-én volt. Igazából nem kiváló polgárőr az, akit feszít belül a dű és a harag, és ezt ki levezeti valakin, aki gazemberebb, mint ő, de kiváló önbíráskodó polgár. Erre még alkalmas. Kérdés, hogy ez egy alkalmas társadalmi szociális funkció-e? Ezt feszegeti ez a történet. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az. A Martin McDonagh sincs meggyőződve arról, hogy az, de ami megnyugtat minket, hogy a Francis McDormand által játszott Mildred Hayes, meg a Sam Rockwell által játszott Jason Dixon sincs meggyőződve arról, hogy az. Tehát amikor ők ott ülnek az autóban, nem fogadkoznak, hogy megyünk és szétverjük a rohadékot, agyba főbe rúgdossuk, megöljük, hanem hogy így nem tudjuk, mit fogunk csinálni, de majd útközben eldöntjük. De, amikor a Dixon megáll az utolsó jelenet előtt, amikor elmegy otthonról önbíráskodni az anyja mögött, és az öklét így a fejére helyez, az alvó anyjának a fejére helyezi, azt gondolom, hogy akkor egy olyan ponton áll, egy olyan magaslaton áll, ahová a William Willoughby helyezte őt, és ahonnan rálát az életére, rálát a sorsára, a karmájának a birtokába kerül, az ismeretébe kerül, de ehhez szét kellett, hogy égjen. Ehhez az áldozatával kellett, hogy egy kórteremben épülgessen fel. Tehát az ő lábadozása az a bűneinek a kertjében. Jelenet. A bűneinek a kertjében zajlik, pontosan ugyanott, ahová az Imbrüsben, ugye, a
a Hieronymus Bosch képnek a belső terébe menekül a végzet elől a hős. Pontosan ugyanott a bűneinek, a saját bűneinek a terében gyógyulgat és épülget, de ott ül a jobb vállán a halott Willoughby rendőr. Nekem van egy ilyen árnyék látás buziság érzésem itt a film kapcsán, ami szerintem lehet, nem is szándékos, de hogy azért egy ilyen white trash közegben, ahol melegnek lenni az rögtön ciki. És meleg ott? Hát szerintem Dixon, mint az állat. Nem véletlen a meleg csávót dobja ki az ablakon, tudod? És az a csávó sem meleg. Ne idegesíts ott már fel. Ott csajozik a szembe lévő irodában dolgozó kis csajjal. Már éppen szűrnék össze a levet, egyáltalán nem is meleg. Csak tudod, ő egy kicsit hippibb figura. Majd én ezt megmondom. Nem white trash, érted? Nem az a Dixon, hanem egy másfajta kultúra, valaki más. Egyáltalán nem. Egy ilyen divatozós, kicsit hogy mondjam, városiasabb figura. Egy városiasabb figura, akit ebből a nézőpontból, a Dixon nézőpontjából már simán le lehet buzizni. Na ugye? Ja, köszönöm, akkor megkaptam a Dixonnak a szerepét tőled ebben a pillanatban. Ezek a kisvárosok azok, ahol simán ilyen három gyerekes apukaként, vasárnapi templomba járóként leélik az életüket azok, akik egyébként a férfiakhoz vonzódnak. És az ebből bennük felgyülemlő erőszakot, tudod, vagy dűt, vagy bármit is, amit érez, amiatt, hogy nem úgy él, ahogy szeretne, azt nagyon jól le lehet dolgozni katonaként vagy rendőrként. Azért láttuk ezt az amerikai pszichóban is. Igen. Kérdeznék egyet, mert nem is beszéltünk Peter Dinklage-ről. Tehát, hogy itt van benne egy törpe, ahogyan az Imbrüsben is volt egy törpe, abba is beleírt egy törpét, ebbe is beleírt egy törpét a rendező, író-rendező Martin McDonagh, és hát annyira kézenfekvő volt, hogy korunk sztár törpé ével Peter Dinklage, hát az első törpe, akinek megjegyeztük a nevét, könyörgöm. Az első sztár törpe, hogy ő vele játszassa el. És milyen szomorú figura, milyen szomorú kis figura, pont az hiányzik belőle, pont az hiányzik a történetéből, amit a fantasyben megkapott itt a valóság. Itt a valóságba vezetjük a történet. Megfogjuk a kis kezét a történek, és megmutatjuk, hogy milyen az ő valósága a hétköznapokban. Beletör egy erkölcsi bicskát ő is a Mildredbe. Igen. Szépen, tehát hogy ott is megér a törpe karaktere is arra jó, hogy érezzük, hogy ennek a nőnek az erkölcsi érzéke nem teljesen kifinomult, csak azért, mert ő az áldozatnak az édesanyja, mert még nem biztos, hogy pontosan helyes döntéseket tudja meghozni. Igen. Egyet és hogy valójában tudod, hogy ki az egyetlen, aki a helyes döntéseket meg tudja hozni, aki már nincsen a sorsába ágyazva, akinek aki a karmája fölött áll, tulajdonképpen a halálra ítélt. William Willoughby az egyetlen, ő, aki a saját sorsa által nem determinált figura, fölé tud emelkedni, ki tud lépni belőle, és arról a stabil pontról, onnan föntről a magaslatból magához tudja emelni akár Mildredet, akár Dixont. Te voltál már kórházban úgy, hogy azt hitted, meg fogsz halni, mit a megműtöttek, de tudod, ilyen piszlicsári műtétek kapcsán is mindenki azt éli át, hogy na most fogok meghalni, és akkor van egy ilyen ív, ami elindul, hogy akkor most megváltoztatom az életemet. Tudod, valaki még a kórteremben is cigizik egy tüdőműtét után. De valaki azt mondja, hogy jó, akkor mondjuk egészségesen fogok étkezni. Van, aki azt mondja, hogy megveszem azt a nyaralótelket, és többet fogok pihenni, tudod? Vagy elutazunk az asszonnyal, vagy elolvasom azt az 50 könyvet, amit kihagytam. De valakinek meg túlmutat ez a... Ja, és utána nyilván ebből nem lesz semmi. Tehát elkezdi, és akkor valaki tovább, valaki kevesebb ideig folytatja ezt a változtatást. De valakiben a saját majdnem meghalok, vagy ténylegesen meg fogok halni kapcsán, nem csak a saját és a környezete életét akarja megváltoztatni, hanem vadidegenekére is akarhatni. Mennyivel menőbb ez. Tehát, hogy megijedek a saját halálomtól, és nem azért, mert úristen, nem kezdtem magammal semmit, hanem úristen, nem kezdtem másokkal semmit. Nem tettem semmi jót az emberekért. Mennyivel nemesebb ettől megijedni, amikor a halálod közeledik, nem csak attól, hogy nem dugtam két nővel, meg négerrel se. Nem egy ilyen, hogy ez is eszedbe juthat, ez a gyalázatos gondolat.
Úgyse kérdésem, MeToo film ez? Mert végül is az egész bonyodalom egy erőszakbűncse, egy nemi erőszakbűncselekményből nő ki. Igen, de nem az szerintem. Én sem, szerintem sem, nem de az. Egy ilyen fél tikettet mindenki, vált a MeToo vonatra mindenki, magának. De mindenki megváltja a MeToo vonatra a saját tikettjét. Jó, nem mindenki, valójában nem mindenki. Dixonnak eszében sincs felszállni a MeToo vonatra, megvannak Mildred Hayesnek a MeToo pillanatai, uh-huh. amikor ő MeToo-zni akar, vagy próbál, de igazából nem kér a szánalomból, nem kér az együttérzésből, uh-huh. nem MeToo. És megvannak a William Willoughby-nak is a MeToo pillanatai, amikor ő az, aki együttérzésért, szánalomért könyörög, amikor megpróbál méltányosságot koldulni a sorstól, de aztán a magasabb szint, ő maga is magasabb szintre lép, és arra a magasabb szintre képes önmagához az egész cselekményt, meg ezeket az idegen embereket, akik a sorsában komoly szerepet vagy játszanak, vagy akiket a maga sorsába komoly szerephez emel, vagy komoly szerephez juttat a Willoughby. Én azt gondolom, hogy a Willoughby a főhőse ennek a történetnek, bármilyen furcsa is, mert akár a Mildred, akár a Dixon ugye inkább tűnik hősnek, főleg azért, mert hát sokkal több percet töltenek a vásznon, mint a Willoughby rendőrkapitány. Az viszont egészen biztos, hogy itt minden sztereotípia emberi tényezővel gazdagszik. És ugye mi az erőteljesebb annál, mint amikor megmutatjuk, hogy minden igaz, amely sztereotípiát őrzünk magunkban ezekkel a társadalmi csoportokkal, vagy politikai mozgalmakkal, vagy egyáltalán csak emberi szerepekkel kapcsolatban, és amikor meglátjuk azt, hogy ezek a sztereotípiák, ezek mind igazak, de egyik sem úgy. Szóval, hogy ennél nincsen több. Amikor megmutatjuk azt, hogy tartalmilag minden igaz, az érvényét tekintve, meg minden több annál. Tehát bármennyire sötét és bármennyire elátkozott, megvan benne a változás lehetősége. A sorsban, a történetben nincs megváltás, de te változhatsz, és magadat megválthatod. 3 óriás plakát Ebbing határában, ez volt már a Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral, a jó, a rossz és a nézhetetlen. A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jazzy.